Alig egy évvel az Open Arms spanyol segélyszervezet drámai küzdelme után ismét a tengerbe vetik magukat kimentett afrikai menedékkérők, miután a mentőhajót, amely felvette őket, egy kikötő sem fogadja. Most az SOS Mediterrané hajója, az Ocean Viking veszteg el a nyílt vizen, és már 6 embert kellett újból kihúzniuk. A Twitteren azt írják, hogy a helyzet tarthatatlan, senki biztonságát nem tudják garantálni többé. Ebbe nem törődhetünk bele, az emberek nem ugrálhatnak a vízbe, mondja az Ocean Viking mentési műveleteinek felelőse. Ez semmit sem old meg, csak szaporítja a gondokat. Már 4,5 éve mentik az embereket, és eddig sosem volt probléma. Ez az első alkalom, hogy a dolgok ideig fajultak. A fedélzeten gyakran elszabadulnak az indulatok, gyakoriak a verekedések, a személyzet sincs biztonságban. Ráadásul a kimentettek között van egy állapotos nő, és 25, többségében teljesen magára maradt gyerek.